Kedves nézőink! Önök a Nagy Dorog Televízió híradóját látják 2022. február 11-én. Köszönti Önöket a hírolvasó, Hosnyánszky Bence. Először lássuk, miről is lesz szó mai híradónkban. Sok bosszúságot okoznak a kóborkutyák településünkön. Két év szünet után idén ismét lesz bor és pálinka verseny Nagy Dorogon. A házasság hetére készül a Nagy Dorogi Református Egyházközség. Sok bosszúságot okoznak a kóborkutyák településünkön. A közterületeken szabadon kószáló kutyák komoly veszélyt jelentenek a lakosságra, melyet az önkormányzatnak az itt élő emberek érdekében orvosolnia kell. Nemrég a gyepmester két kutyát is befogott, melyek rendszeresen zaklatták reggelente az iskolába menő gyermekeket. Üdvözlöm, polgármester asszony! A kóborkutyák által okozott kellemetlenségeket hogyan tudja kezelni az önkormányzat? Üdvözöllek, Robi, üdvözlöm a kedves nézőket, Nagy Dorogi lakosságot. Igen, sok bejelentés érkezett, többek között a Paksi utca, Petőfi utca, Kossuth utca és a Kapka utcából is. Sőt, a postásaink részéről is, hogy kerékpárral nem tudnak nyugodtan dolgozni, hiszen több postást megkergettek ezek a kóbor kutyák, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök a kormánynak a 785/2021-12.27. Kormányrendeletének, melyben egy kis szigorítást eszközöltek, és Nagy Dorog az Alfavet Állatgyászati Kft-vel kötött szerződést, megbízási szerződést, gyepmesteri feladatok ellátására, úgyhogy a rendelet változás nagyobb terhet ról mind az önkormányzatokra, mind pedig a gyepmesteri szolgálatokra. Itt arról van szó, hogy a havi egyszeri alkalommal való bejárásra egyszer jöttek az Alfavettől havonta, és járták a település utcáit, és szedték össze a kóbor kutyákat. Most több bejárásra kötelezték a gyepmestereket. Az önkormányzatoknak ez anyagilag nem túl jó, hiszen az elvitel és egyéb költségek a befogott kutyák vonatkozásában azt az önkormányzatot terheli. Úgyhogy, de annak viszont örülünk, hogy talán így megszűnnek itt a kóborló kutyák a településen. Két hete körülbelül 4 kutyát fogtak be, és volt, amelyik után 2 órát rohantunk, még én is természetesen, mert hát a gyermekeket kergetett meg, és nem szerettem volna addig elhúzni ezt a befogást, hogy esetleg egy szétmarcangolt gyermekkel szembesüljünk, vagy egyéb baleset bekövetkezzen. Ez magának a tulajdonosnak sem lett volna jó, úgyhogy szerettem volna megelőzni, és megmondtam, hogy addig nem megy el a gyepmester, amíg be nem fogjuk ezt a kutyát. Felhívnám a lakosság figyelmét, hogy gondos gazda módjára tartsuk az állatainkat. A kerítést meg kell javítani. Tudom, hogy főleg, amikor párzási időszak van, akkor aztán alig lehet udvaron belül tartani az ebeket, de meg kell próbálni. A jegyző úr ki fogja küldeni a felszólításokat, hogyha több bejelentés érkezik, és amennyiben nem változik a helyzet egy-egy utcába, egy-egy gazda tulajdonos részéről, akkor viszont pénzbírságot fogunk kirólni. A kóborkutyák témáján kívül jelenleg milyen történések vannak a településen? Igen, egy picit szeretnék beszélni a COVID 5. hullámáról, erről az úgynevezett Omikron vírusról. Hát sajnos az a bölcsödénket is be kellett zárni pár napra, mert felütötte fejét a járvány. Nagyon sok a megbetegedés, többek között én is áttestem rajta, és most kezdtem dolgozni. Amit erről a hullámról tudnunk kell, hogy enyhébb tüneteket produkál, és talán gyorsabb
lefolyású. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és vigyázzanak magukra. Idén április 3-án országgyűlési választások lesznek. Február 12-től, tehát most szombattól elkezdődik a kampányidőszak. Körzetünk országgyűlési képviselője, Süle János miniszter úr február 12-én megkezdi jelöltállítási aláírásgyűjtését Nagydorogon, az Új Piac téren. Mindenkit arra buzdítok, hogy látogassa meg a standot, mindenkit szeretettel várnak. Március 25-én megrendezésre kerülne a pálinka és borverseny itt Nagydorogon. 2019 márciusában került megrendezésre utoljára. Itt a Covid-járvány miatt ugye nem volt alkalmunk megrendezni. Ki fogjuk küldeni a felhívásokat, úgyhogy minden jelentkezőt nagy-nagy szeretettel várunk, hiszen egy nagyon nemes és finom italokról beszélünk. Mindenkit búzdítok, hogy jelentkezzen. Hát sajnos két halálos balesettel találkoztunk az elmúlt két hétben itt a környékünkön. Az egyik a Nagydorog belterületén, a másik pedig a külterületünkön történt meg. Őszinte részvétem a család tagjainak. És egyben szeretném megköszönni a Nagydorogi Polgárőr Egyesületnek, hogy ő segített biztosítani a helyszínt a rendőrség munkájához. Minden egyes alkalommal hívják a polgárőr munkatársakat, és ők szabadidejüket nem sajnálva ott vannak, akár több órán keresztül. Úgyhogy köszönöm szépen nekik, hogy mindig helytállnak, és rendelkezésén állnak a rendőr kollégáknak. Itt a polgármesteri hivatalon belül kollégáim most a költségvetés összeállításán dolgoznak, hiszen első körben most február 15-éig kell elfogadjuk. Jövő héten kedden 17 órától lesz testületi ülésünk, úgyhogy most ezen dolgozunk folyamatosan könyvelőinkkel, hiszen tudjuk, hogy ez a költségvetés, ez a minden önkormányzat úgynevezett mankója, amely mentén haladunk egész évbe. Közmunkás csapatunk a héten a Paksi útról, ahogy jövünk le a Vörösmarty utca felé, azt a szakasz jobb és bal oldalát tisztították meg. Köszönöm szépen az Ávodi családnak a jó indulatát, hogy megengedték, hogy ott a kis erdős részbe is egy kicsit belekotnyeleskedjünk, mert mindenképpen szerettem volna kitisztítatni az ajnövényzetet, mielőtt itt a rügyezések elindulnak. Most sokkal egyszerűbben hozzáférünk itt a bokros részeknél. Nagyon sok rendezvényünk lesz az idén, nyáron, és vidékről sok vendégre számítunk. És ez a része volt olyan a településnek, ami olyan elhanyagoltnak mondható, és szerettem volna már tavaly is úgy kitakarítani, úgyhogy erre most tényleg sor került, véleményem szerint úgy egész jól helytállt a csapat, és megtisztította az ajnövényzetet. A másik pedig, hogy elkezdtük a mai nappal az iskola, udvar és a park, a tájház rendbetételét, úgyhogy a leveleket gerebézzük, elhalt bokrokat kivágjuk, sőt, itt a hátsó résznél, a kerítésnél, az iskola kerítésén belül baleset veszélyes fák vannak, több évtizedes fák. Ezek közül párat ki kell vágjunk. Annyira szélsőséges már az időjárás, és nem szeretném azt megvárni, hogy itt egy nagyobb szélvihar jön, és kicsavarja a fákat, és ott valami képkocsi, vagy gyalogos, vagy biciklis közlekedik, és ott valami baleset veszélynek legyen kitéve. Jövő héten kedden, 15-én búcsúzunk Szűcs Isványtól, mint köztudott, ő volt a falu gondnoka. 25 éve volt már ebben a státuszban, ezen a pályán, és nyugdíjba vonul. Én szeretném neki megköszönni a munkáját. Remélem, hogy azért még vissza-vissza látogat, és jó és szép emlékekkel búcsúzik az önkormányzattól. Mindig számíthattunk rá, összefogta a csapatot, és hiányozni fog a személye. Egyelőre úgy tervezem, hogy helyette nem veszünk fel senkit, ezzel is spórolni szeretnénk. Minden reggel így is feljártam 3-7 és 7 óra között a közmunkás csapat indításához, hogy közösen beszéltük meg a mindennapi teendőket, és terveztük meg a hétre való teendőt.
Most Lau Zsolti fogja átvenni a státuszt, aki ugye szintén nálunk dolgozik, és úgy érzem, hogy meg fogjuk tudni így a szűk csapaton belül oldani, és nem szándékozom felvenni a Pisti helyet senkit. Még egyszer szeretnék neki nagyon boldog nyugdíjas éveket kívánni a családja, szerettei körébe, és nagyon jó egészséget kívánni. Szeretnék elköszönni a hallgatóságtól, a kedves nézőktől, nagyon jó egészséget kívánok önöknek, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Köszönöm. 2 év szünet után idén ismét lesz bor és pálinka verseny nagy dorogon. Sajnos a pandémia 2020-ban és 2021-ben is megakadályozta a rendezvény megszervezését, de a jelenlegi szabályok már lehetővé teszik. A jó bornak is kell a cégér, tartja a mondás, de nem csak a cégér, hanem a zsűrizés is, ahol kiderül, hogy melyik bornak mi a hibája, hogyan célszerű kezelni, tárolni. A borbírálatok hatására az elmúlt években jelentősen javult a nagydorogi borok minősége, tudtuk meg Polgár Zoltántól, aki a bíráló bizottság elnökeként rendszeres résztvevője a borversenyeknek. Azt szoktam mondani, hogy nagyon rövid az élet ahhoz, hogy rossz bort igyunk. Na most, hogy a bortermelők jó bort készítsenek, ennek hagyománya van, és úgy érzem, hogy több mint 10 éve járunk nagydorogra bort bírálni, és érzésem szerint és véleményem szerint lényegesen javultak a borok. Nagyon örülök annak is, hogy már 2 év után egyáltalán el tudjuk csinálni ezeket a borvirálatokat. Na most a borvirálatokkal kapcsolatban ez nem az egyéni embereknek a hobbija, meg a szórakozása, hanem kimondottan a borvirálatnak a definíciója úgy szól, hogy a bor pillanatnyi állapotának az egyének véleményének az átlaga. Most a legideálisabb borbírálati egység az a 7 fő, ahol ha 7 páratlanul vannak, mindig nem lehet döntetlen. Tehát mindig valahogy ki kell hozni, és a brigádvezető vagy a csoportvezetőnek a feladata a véleményét leírni. Én a 11 néhány év alatt úgy érzem, hogy dorogiaknak tudtunk segíteni valamit, abba, hogy egy jobb borokat készítsenek. Én nekem ez büszkeség és öröm az, hogy én tudok segíteni valakinek. Ezt tudomásul kell venni, hogy mindenkinek más az igénye meg a véleménye, ezért bíráljuk többen a borokat. Ez azt a másik dolog pedig, amit mondtam, hogy azok a bíráló emberek, akik szoktak bírálni nagy dorogon is, meg bárhol, az általában végzett szakemberek, és a borbírálatnak van egy ilyen tanfolyama, amit el kell végezni, és utána vizsgát kell tenni. Tehát nem csak úgy van, hogy én beülök, aztán bírálok, és elmondom a véleményemet. Nem. Vagy levizsgázott szakember bíráljon, vagy senki. Kedves uraim, az a helyzet, hogy azért érdemes megbíráltatni a bort, hogy tudjuk azt, hogy mit hibáztunk. A másik pedig teljesen független szakemberek bírálják, akik fognak, fogalma nincs, hogy a Jóskáé, Pistáé vagy Jancsikáé, ez az egyik dolog, a másik pedig, hát még ismerősünk sincs ott, hogy na most én kiszorom az én ismerősömet, és azt főbírálom, de hát az, hogy a 7 bíróból 1 túl magasat, az nem jelent semmit, mert a többi az átlagot leviszi. Most tudomásul kell venni, hogy mindenkinek van üzemi vaksága, illetve a saját magával szemben egész más elbírálása van, mint idegenekkel szögbe. Én is mindig megkóstoltatom mással a boromat, és annak a véleményére is kíváncsi vagyok, ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy jól csináltam valamit, vagy nem. Az a célunk, hogy minél jobb borokat készítsetek. Az önkormányzat idén március 25-ére tervezi a rendezvényt, ahol a már megszokott keretek között várják a bor és pálinka mintákat, melyet neves szakmai zsűri bírál majd.
1996-ban egy angliai házaspár kezdeményezésére indult a házasság hete, melyet azóta Európa több országában, köztük Magyarországon is meghonosítottak. Nagy dorogon a református egyház is minden évben megünnepli a Bálint nap környékére eső rendezvényt, mondta Surányi Réti Katalin lelkipásztor. Tudni kell, hogy 1996-ban indult ez a kezdeményezés, a házasság hetének a kezdeményezése, egy angliai házaspár érzett erre indítatást, és olyan népszerűvé vált, hogy most már Európa több országában az egyházak, a civil szervezetek felkarolták ezt a mozgalmat, és hát hamarosan kezdődik itt Magyarországon is, így Bálint nap környékén indul, egy hétig tart, és hát ennek a mozgalomnak az a célja, hogy hát úgy ünnepeljük a házasságot, a családot. Hát, tehát a mai világban, ebben a rohanó életmódban olyan kevés jut olykor az igazi ünneplésből. Tehát, hogy ilyenkor álljunk meg, és adjunk hálát az Úristennek, hogyha jó házasságban élünk, adjunk hálát az Úristennek a családunkért, nézzünk körül, hogy mit tehetünk egymásért, hogy nem csak kapni kell, hanem adni is. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon szép kezdeményezés, amiben mi is most már immár évek óta bekapcsolódunk itt Nagy Dorogon is, és az idén is lesz két szép alkalom. Pénteken este 6 órától a két házaskörünknek lesz a közös vacsorája, ugyanis hála Istennek itt Nagy Dorogon most már a második házaskör is elindult. Az első házaskör még Bödger Antal tisztetes úr idejében indult el, és ehhez folyamatosan aztán csatlakoztak házaspárok. Viszont az idén elindítottunk egy fiatal házaskört is, ahol most négy házaspár jár stabilan, de ez egy nyitott házaskör, úgyhogy most is megragadom az alkalmat, hogy hívogassam főleg a fiatalabb korosztályt, mert olyan jó havonta egyszer, így ha együtt találkoznak a házaspárok, egymással is, Istennel is, erősíteni tudják egymást, nyáron együtt táborozni, kerti partikat szoktunk szervezni, a gyermekek is össze tudnak barátkozni, tehát nagyon-nagyon tápláló, hasznos tud lenni egy ilyen házaskör. Tehát most közösen vacsorázik a két házaskör, így a házasság hetére készülődve, és aztán vasárnap délelőtt 10 órától itt a gyülekezeti teremben tartunk egy családi istentiszteletet. Ezen is részt vesznek majd a házaskör tagjai, ők is bekapcsolódnak a liturgiába, a lelkipásztor mellett, és hát szeretnénk az Úristen áldását kérni a párokra, úgyhogy nagy-nagy szeretettel hívogatunk minden párt, aki csak el tud jönni és el tudja hozni a párját, és kérem, hogy közösen jöjjenek. Itt Nagy Dorogon nagyon sok nagyszerű párt ismertem én meg, mióta én is itt vagyok 8 éve, sok kedves párt összeeskedtem, és az idősebb korosztályból is, de a fiatalok között is nagyon nagyszerű, elszánt, nagyon kedves párokat ismerhettem meg én is a jegyes beszélgetések során, úgyhogy megszólítom külön is őket, nagy szeretettel várjuk őket vasárnap. De nem csak a házaspárokra gondolunk, hanem hívogatjuk nagy szeretettel azokat is, akik még csak keresgélik a társukat, imádkoznak ezért, nem könnyű egy mai fiatalnak jó társra lenni, ebbe is kérhetjük az Úristen segítségét, akik házasságra készülődnek, a jegyes párokat is hívogatjuk, és hívogatjuk az özvegy testvéreinket is, akik valamikor házasságban éltek, de már csak szeretettel gondolnak vissza párjukra, mert már nincs mellettük, és hívogatjuk azokat is, akiknek valami miatt bizony, bár lehet, hogy sokat tettek azért, hogy sikerüljön, de nem sikerült a házasság, és lehet, hogy elváltak, és most újra tervezésben vannak.
Az Úristennek az az igazság, hogy minden élethelyzetünkben, bármilyen is élethelyzetben is legyünk, van válasza. Támogatni akar bennünket, és az ő áldását tudja adni reánk. Úgyhogy minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül nagy-nagy szeretettel hívunk vasárnap délelőtt 10 órakor, ünnepeljünk együtt, adjunk hálát közösen családjainkért, és kérjük az Úristen áldását. Ennyi volt mai híradónk. Főbb híreink még egyszer, röviden. Sok bosszúságot okoznak a kóborkutyák településünkön. Két év szünet után idén ismét lesz bor és pálinka verseny nagy dorogon. A házasság hetére készül a nagydorogi református egyházközség. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is velünk, nézzék műsorainkat!